Nyolcadik alkalommal rendeztek innovációs napot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi kampuszának gömbaulájában, február 26-án. A szakmai és tudományos programokkal tűzdelt egésznapos rendezvényen első kézből értesültek a résztvevők az innovatív ágazat aktuális hazai híreiről és a következő uniós ciklus K+F támogatásairól. A nap vezető témái közé tartoztak a startup vállalkozások és azok lehetőségei is. A délelőtti szekcióban Klinkhammer István felsőoktatásért felelős államtitkár, az egyetem volt rektora, az egyetemek főiskolák kutatási támogatásáról tartott előadást. Arról szeretnék egy pár mondatba beszámolni az itt lévőknek, hogy hogyan most állami oldalról ez az innovációs lehetőség, tehát például 2014 és 2020 között Brüsszelbe milyen támogatásra számíthatunk. Ami támogatást úgy felhasználhatunk, hogy azt megsokszorozzuk, tehát kiváló eredmények, kutatási eredményeket, tehát erről szeretnék egy pár szót szólni, meg arról, hogy a tudományos kutatásoknak a támogatásába, az innovációs kutatások támogatásába vajon kinek van nagyobb szerepe, az államnak-e, vagy esetleg az ipari háttérnek, és ilyen nemzetközi adatok alapján kiderült, hogy mindenhol az állam ám az igazi nagy támogatója a tudománynak és a fejlesztésnek, tehát én állami megrendelőkkel, és aztán majd az államtól veszi át az ipar, tehát az iparba hasznosul, csak direktben kevés az van, hogy az ipari közvetlen megrendelés van az is, de nem az a nagy jellemző. Hát ezekről szeretnék csak egy pár adatot mondani. Például az, hogy 2014 és 2020 között ez a 7 év, hát a Brüsszelt, amely emlegettem volt, akkor a magyar oktatás ugye az több mint 220 milliárd támogatásba részesül, és ennek persze egy része az a közoktatás, köznevelésre megy, hát a felsőoktatás az a piramisnak azon arra támaszkodik, de a fele, több mint a fele az a felsőoktatásba hasznosul, ott több téma körül, de azt lehet mondani. Hát az egyik az, hogy például a kutatók létszámát növelni kell Magyarországon. A felsőoktatásban is, de az akadémián is, de az ipari kutatóhelyeken is. Tehát arra az is egy ilyen program, ami támogatást érdemel. Aztán a doktorandusz képzéshez, nem magát a képzést, hanem annak azt a hátterét, laboratóriumi, műszaki, technikai, tudományos kutatási hátterét segíteni, ezt már a felsőoktatásra közvetlenül. Tehát erre körülbelül elmegy olyan 100-110 milliárd forint, ez van betervezve. Tehát erről szólok majd egy pár szót, ez a jövő terve. És hát természetesen azért arról is, hogy hogyan van szervezve állami szinten a kutatás, tehát hova kell beadni pályázatot, mi annak az elbírálási módja. Most az elbírás ne rémisztő legyen, hogy az adminisztratív része, hanem az, hogy hogyan értékelik, hogy az országnak szükség van arra a kutatás, minden kutatásra szükség van, csak mondjuk elsődlegességet érdemel, vagy pedig van fontosabb ennél. Tehát ezekről szeretnék egy pár szót mondani. A források oroszlán része a kis- és középvállalkozókat célozza. A közvetlen ipari termelést és az innovációt, a beruházásokat és a fejlesztéseket hivatott segíteni. Ezeket a pályázatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium gondozza. Nikodémus Antal, az NGM főosztályvezetője, az ELTE szerepe a Startup Credo megvalósításában címmel tartott előadást. Az első az, hogy fölhívtam a hallgatóság figyelmét, még ugyan egy múlt év végén készül, de igazából annál inkább a jövőre, és egy Budapestnek egy reális víziót adó kormányzati dokumentumra, amit az úgynevezett startup közösséggel együttműködve alakítottunk ki. A második mondat az, hogy ez nem csak egy vízió, nem csak egy program, ami ugye kijelenti, hogy Budapest legyen a régió legkésőbb 20-ra valódi startup fővárosa, hanem ehhez programot ad, és olyan irányokat, elsősorban nem is annyira pénzről van szó, bár azért az is van természetesen benne, és igyekeztem néhány diát vetíteni az EU-s támogatások, vagy várható támogatások 14-20-as
innovációra fordítható arányáról, hanem elsősorban azoknak a humán tényezőknek a megerősítésére, amik egyelőre sajnálatosan hiányoznak, nem csak az egyetemi oktatásból, hanem az egész hazai kultúránkból. Ezt idegen szóval entrepreneurship-nek, tehát az a fajta készség, indítatás, ami egy önálló élet, nevezzük vállalkozáshoz közelíti a fiatalságot, esetleg szemben más bürokratikus, nagy, biztosnak tudott szervezettel. Egyébként más eszközök is vannak, természetesen a pályázati támogatások mellett adókedvezmények, és hát a pályázati támogatásokban külön hangsúlyoznám azokat, amiket most írtunk ki az úgynevezett akkreditált technológiai inkubátoroknak. Ezek az intézmények ugye részben központi forrásból, de részben a saját kockázatukra, tehát piaci forrásból hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen startup vállalkozások megfelelő technológiai irányokban kifejlődjenek, biztosítják hozzá szükséges mentori, tanácsadási, és nyugodtan mondhatom, hogy a befektetés üzleti építésben megkerülhetetlen készségeket. És ha egy harmadikat mondhatok, ugye végül azt próbáltam hangsúlyozni, hogy az ELTE az nem csak Budapestnek, hanem az egész régiónak egy meghatározó tudásbázisa lehet. Bizonyos elemeiben például az informatika oktatás én már most is annak tartom, tehát vezető szerepet, nem csak a kritikus tömeg, hogy nagyon jelentős mennyiségű, akár a versenytársainkat is fölülmúló, nagyon jó szakembereket képez az iparnak, hanem legalább ilyen fontos az, hogy először belevágott, uniós szintű, nagy kockázatot jelentő, de eredményesen vitt projektekbe, mint például ez a úgynevezett Európai Technológiai Intézet, annak is ez az ICT, tehát informatikai laboratóriuma, ami egy abszolút európai vérkeringésben való jelenlétet jelent. Csepregi Nándor, fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár, pedig a 2007-től 2013-as pályázati időszak eredményeiről és tanulságairól számolt be, valamint a 2014-től 20-as időszak célkitűzéseiről. Magyarország annak köszönhetően jól tárgyalt Brüsszelben, sokkal több pénzt hozhat haza a következő 7 évben. Ez azt jelenti, hogy minden magyar állampolgára 712 ezer forint fejlesztési forrás jut, összességében pedig 10.500 milliárd forint érkezett Magyarországra. Ez talán a legfontosabb. A másik, hogyha már ennyi pénzt tudunk hazahozni, akkor azt milyen hatékonysággal használjuk fel, hiszen az elmúlt 7 évben bizonyította azt, hogy ha arra képesek is vagyunk, hogy minden pénzt lehívjunk Brüsszelből, azért nem a leghatékonyabb projektek, nem a legindokoltabb projektek kaptak támogatást, ezért sokkal komolyabb koncentrációra van szükség. A korábbi 24%-kal szemben ezért 60%-ra fogjuk emelni a gazdaságfejlesztési forrásoknak a részarányát, ami azt jelenti, hogy több ezer milliárd forint áll a magyarországi kis- és középvállalkozói szektor rendelkezésére. Ez egy jelentős hangsúlybeli áttolódás. És ha már itt vagyunk egy olyan előadáson, ahol az innováció esett szó, akkor azt is el kell mondani, hogy a kutatásfejlesztés innovációra 600 milliárd forint áll rendelkezésre, ami egyszer jelenti a nagyvállalati innováció támogatását, hiszen ma Magyarországon az innováció tekintetében a nagyvállalatok nagyon komoly szerepet vállalnak. A nagyvállalati innováció lehet az, ami a kis- és középvállalkozói szektor innovációs aktivitását emeli, hiszen ameddig az Európai Unió átlagában 30%-a a kis- és középvállalkozói szektornak folytat innovációs tevékenységet, addig ez ma Magyarországon csak 13%, ezt a 17%-os különbséget kell éveken belül ledolgozni ahhoz, hogy Magyarország valóban a régió legversenyképesebb gazdasága lehessen. A KKV-k számára a legfontosabb üzenet, hiszen ez az a szektor, aminek nagyjából az átlagos beruházási értéke 100 millió forint alatt van, hogy a kormány arról döntött, hogy 1 millió euróig, tehát nagyjából 300 millió forintig normatív alapon teszi lehetővé a forráshoz jutásukat a következő 7 éves ciklusban. Ami azt jelenti, hogy a pályázati kiírásban szereplő normatív feltételek vállalása esetén a források rendelkezésre állásáig semmilyen egyéb szubjektív értékeléstől nem kell alávetni a pályázatukat, ezeket a pontokat vállalják, akkor normatív alapú jutnak hozzá a pályázathoz. A másik legfontosabb üzenet számukra, hogy ezt követően nem kell pályázatírót igénybe venniük a saját dokumentumok kezeléséhez, hiszen az állam ingyenes szolgáltatásként biztosítja ezt számukra a Széchenyi Programiroda hálózaton keresztül. Egy 10 millió forintos fejlesztést nézve nagyjából
másfél-két millió forintot vittek el azok a szoftköltségek a pályázóktól, amit pályázatírásra, különböző tanácsadási szolgáltatásokra kellett kifizetniük. Ha ez a pénz ott marad náluk, akkor azt lehet mondani, hogy 10 millió forintos fejlesztésben egy 2 millió forintot tudnak megtakarítani, vagy tudnak a magára a fejlesztésre fordítani, tehát egy közel 15-20%-os rezsicsökkentést lehet a pályázatírás tekintetében náluk realizálni. A legfontosabb a szempontrendszer az, hogy csak elektronikus úton lehet pályázatokat kezelni a 14-20-as időszakban. Ez azt jelenti, hogy papíralapon semmilyen dokumentumok nem kell mozognia az elektronikus ügyintézés mellett, és ezt követően az állam olyan adatokat, ami más állami adatbázisban rendelkezésre áll, egy kifizetéshez szükséges NAV igazolás vagy egy telekönyvi kivonat, azt nem a pályázónak kell benyújtania, hanem az államnak kell a saját adatbázisából lekérnie, ezáltal is csökkennek az adminisztratív terhek. Így a pályázók valóban azzal tudnak foglalkozni, amivel foglalkozniuk kell a saját fejlesztéseikkel, nem pedig különböző adminisztratív akadályok elhárításával. A délutáni szekció a kutatás jövőivel, eszközeivel és a partneri lehetőségek kiaknázásával foglalkozott, valamint átadták az ELTE innovatív kutatója díjat, és megtartották a hallgatói ötletpályázat eredményhirdetését is. Ezt követte olyan sikeres vállalkozások bemutatkozása, amelyek példája ösztönzően hathat környezetükre. Végül az innovatív ötleteket megvalósító, induló mikro- vagy kisvállalkozások, azaz startupok és a társegyetemek technológia transfer irodáinak munkatársai tartottak egy-egy előadást, melyről részletesebben a következő adásunkban számolunk be.